Ünneplőbe öltözött középiskolásokkal és tanáraikkal telt meg hétfőn a nyíregyházi Zajanna szakgimnázium díszterme. Az intézmény már másodjára adott otthont a 22. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diák Konferenciának, miután a tavalyi döntőt az iskola egyik tanulója nyerte. A rendezvény fő célja, hogy olyan pályamunkákat készítsenek az ilyen képzésekben tanulók, amihez előzetes információgyűjtésre, kutatásra, kérdőíves felmérésekre van szükség. A fiatalok több téma közül választhattak. 19 témakörünk volt, amelyben olyanok szerepeltek, mint a kórházi fertőzések elleni küzdelem, a transzkulturális ápolás, külföldi munkavállalás anomáliái, és ez évben először hirdettük meg megyénk első gyermekgyógyászának, dr. Berend Miklósnak, aki ő írta az első gyermekgyógyász könyvet a emlékére a csecsemő halálozással és szoptatással kapcsolatos témaköröket. A témákat még ősszel gyűjtötték össze, majd hirdették meg a szervezők. A jelentkezők február végéig küldhették be munkáikat. Az ország 19 iskolájából közel 60 pályázat érkezett. Ezek közül választotta ki a Független Bírálóbizottság a 25 legjobbat. Készítői köztük három zajis diák hétfőn és kedden egymás után mutatták be ezeket a zsűri és a többi versenyző előtt. A megnyitó jelen volt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki az ilyen események jelentőségére hívta fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szakmai versenyeken megmérettessenek a szakember jelöltjeink, és az is nagyon fontos, hogy a tudományos diákköri konferenciákon minden többen részt vegyenek, hiszen ez talán még magasabb szint, hiszen a tudományos diákköri konferenciára benyújtott pályázatok során már kutatómunkát végeznek, hipotéziseket fogalmaznak, meg megoldásokat keresnek, és úgy gondolom, hogy ezzel nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségügyi szakképzés minél magasabb színvonalú legyen a térségben. A főigazgató szerint ez a verseny is hozzásegíti a fiatalokat a személyiségfejlődésükhöz, jó szakemberré válásukhoz. Az első három díjat egyébként a szakképzési centrum biztosította a legjobban teljesítő tanulóknak. Emellett támogatók felajánlásainak köszönhetően külön díjakat is átadtak.